Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának augusztus 30-ai adását látják. Kortya Vilmos vagyok. Augusztus 24-én hivatalosan is megkezdődött a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választását megelőző kampány. A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány választását megelőző 50. napon kezdődik, és a szavazás napjáig a voksolás befejezéséig tart. Jelenleg az aláírásgyűjtések zajlanak, majd október 13-án lesznek a helyi képviselői, polgármesteri és nemzetiségi önkormányzati képviselői választások. A MÁV ZRT 2023-ig mintegy 50 vasútállomást újít fel, köztük a Vecsésit is. Az épületek állapotának javítását, az utasforgalmi terek komfortosabbá tételét tűzték ki célul. Ezt Homolya Róbert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján. A 100 A vonali megállók közül bekerült még a programba Kőbánya Alsó, Kőbánya Kispest, Pilis és Monor is. Szeptember 14 és 16-a között lesz a Vecsési búcsú. 15-én vasárnap dr. Huszka Mihály plébános 11 órakor celebrálja az ünnepi szentmisét, majd megkezdődik a körmenet. A hívek énekét fúvósok kísérik. Az Epresben pedig vásárosok és szórakoztató programok várják majd az érdeklődőket. Várhatóan két héttel elhúzódnak a Kinizsi utca felújítási munkálatai. A beruházás július 22-én kezdődik, és a befejezést szeptember 2-re tervezték. A beruházás első ütemeként a Kinizsi utca, Áhim András utca és Erzsébet tér közötti szakaszát újítják fel. A részletekről Alattyányi Istvánt, a Gazdasági Bizottság elnökét kérdeztük. Hát most egész pontosan még a bekötéscserék folyamatban zajlanak, illetve a gerincrákötések is folyamatban zajlanak. Sajnos a vízbekötések miatt egy kicsit megcsúsztunk ezzel, tehát valószínű, hogy ez a szeptember eleje, ez a szeptember 1-2, valószínűleg nem fogjuk tudni még akkor ezt a szakaszt átadni. De én azt gondolom, hogy a jövő hét elején már elkezdődhet a szegélykőnek a rakása, és én azt gondolom, ahogy egyeztettem a kivitelezővel, én, hogyha mai napot nézzük, ma szerda van, hát körülbelül egy bő két hét, és akkor én azt gondolom, hogy át fogjuk tudni az útnak ezen szakaszát. Ott lesznek még majd apró munkálatok, de Isten igazából a közlekedésnek, hogy jó két hét múlva fogjuk tudni átadni ezt a szakaszt. Mi az, ami eddig elkészült, és mi az, amire még várni kell, bár említette, hogy a DPNV munkálatai zajlanak jelen pillanatban? Igen, hát most jelen pillanatban erre várunk. Tehát ez a legfontosabb, hogy a bekötések hogy megvalósuljanak, hiszen amíg a bekötések nincsenek kész, és voltak elmaradt bekötések is, amiket utólag kellett befejezni, illetve vannak még olyan csonkok, amik a közvetlenül csatlakoznak a Kinizsi utcai gerencvezetékre, ezeknek is ugye az átkötését még végre kell hajtani. Én azt gondolom, hogy ha ezek a munkálatok már úgy nagyjából befejeződtek, tehát amit említettem, a szegélykőrakást lehet, hogy már a héten el tudják kezdeni, utána jönnek az egyéb munkálatok még, amik egyébként fel fognak gyorsulni, és ezért én nem akarok butaságot mondani, de én azt gondolom, hogy egy jó két hét múlva a forgalom számra át fogjuk tudni adni a Kinizsi utca ezen szakaszát, és nyilván, ami az Erzsébet tértől a Zrínyi utca felé eső szakaszt, azt viszont majd utána fogjuk elkezdeni. Közeledik a gépjárműadó és az iparűzési adó befizetési határideje. Erről azonban már nem kapnak csekket az érintettek, hanem az interneten keresztül kell intézniük a befizetést. Mindehhez a polgármesteri hivatal adóosztályának vezetője ad hasznos tanácsokat. Jelenleg aktuális fizetnivalók a 2019-es második félévi adók. Ez lehet gépjárműadó, illetve helyi iparűzési adó. A vállalkozás, a magánszemélyek, azok megkapták levélben tőlünk az értesítést, a fizetési értesítést csekkekkel együtt. Viszont az egyéni vállalkozók, illetve a cégek csak az ügyfélkapujukon, illetve cégkapujukon keresztül tudják megnézni majd az egyenlegértesítőt, amit ezen a héten fogunk elküldeni részükre. Egyben tájékoztatom az egyéni vállalkozókat, hogy mint magánszemélyként gépkocsijuk van, akkor sem kapnak egyenlegértesítőt postai úton, csak elektronikus úton az elektronikus ügyintézés szabályai miatt. Ott az önkormányzatok hivatali portáljára tudnak fölmenni az egyéni vállalkozók, illetve a cégek. Ott az egyéni vállalkozó ügyfélkapujával a cégek a cégkapujuk felhasználó nevével, jelszavával be tudnak jelentkezni, és nem ügyindítást, hanem a számla egyenleg megtekintését választják ki, akkor onnan tudnak tájékozódni, hogy mennyi a fizetési kötelezettségük, és bankszámláról utalással tudnak teljesíteni. Amennyiben
egyéni vállalkozó nem tud utalni, úgy szíveskedjen hozzánk bejönni csekkért, vagy kérjen telefonon tőlünk postai úton csekket. Minden esetben látják az egyéni vállalkozók, illetve a cégek az egyenlegértesítőjükben a befizetendő összeget? Igen, természetesen látják a befizetendő összeget, viszont olyan probléma merülhet föl, hogy nem látja magát a számláját. Ez abból adódhat, hogy nálunk az egyéni vállalkozóknak az adóazonosító jelük, ami magánszemélyként kapcsolódik hozzájuk, nincs rögzítve a rendszerbe, illetve cégek esetében a képviselő nincs rögzítve a rendszerbe, vagy nem jó adatokkal van rögzítve a rendszerbe. Ilyenkor kérjük, hogy keressenek meg bennünket akár telefonon, akár írásban, akár személyesen ügyfélfogadási idő alatt, és mi ezt javítjuk, és akkor rátekintési lehetőségük lesz a számlájukra. Szeretném megkérni az egyéni vállalkozókat és a cégeket arra, hogy ügyfélkapujukat, illetve hivatali kapujukat lehetőség szerint havonta egyszer nézzék meg, mert az ott beérkezett iratok, az elektronikus ügyintézés keretében beérkezett iratok 30 nap múlva törlődnek nyom nélkül, és nem fognak értesülni olyan dolgokról, amik határozatok vagy végzések, amiknek fontos határidőkhöz kapcsolódhatnak. Mi van abban az esetben, ha valaki már nem emlékszik az ügyfélkapu belépési azonosítójára, jelszavára? Ilyenkor az egyéni vállalkozók azok tudnak kérni új jelszót a kormányablakokban, ahol ezt az ügyfélkaput létesítették. Mi van abban az esetben, hogyha valaki nem nézi meg rendszeresen a cégkapuját vagy az ügyfélkapuját, akkor ez az értesítés mennyi idő múlva törlődik? 30 nap múlva ezek az értesítések nyom nélkül törlődnek. Most az egyenleget, a számlájuk egyenlegét bármikor meg tudják nézni. Viszont a mi általunk küldött határozatok, végzések, illetve egyenleg értesítő, az törlődik 30 nap után, tehát aztán nem látják, viszont jogkövetkezményei egy határozatnál, egy végzésnél viszont lehetnek. Ezért kérek mindenkit, hogy legalább havonta egyszer menjen föl, és nézze meg az érkezett postáját a saját érdekében is. Folytassuk tovább azokat a kérdéseket, hogy mi van abban az esetben, hogyha valaki most lemarad arról, hiszen hozzá kell ahhoz szokni, hogy ugye elektronikusan kell utána nézni a befizetendő súlyadónak, iparűzési adónak, hogyha valaki nem nézi meg, letelik a fizetési határidő, ő úgymond várta a csekket, viszont a fizetési kötelezettségének nem tette eleget. Sajnos ilyenkor késedelmi pótlék kerül felszámításra, viszont a vállalkozók és a cégek az egyenlegüket bármikor meg tudják nézni az ügyfélkapujukon. Tehát nem kell hozzá külön értesítésre várni. Azért jobb lenne, hogyha ez érdekében is, a késedelmi pótlék elkerülése érdekében is minden héten mondjuk beiktatnák egy vagy hétfő reggeli, vagy péntek délutáni utolsó záró vagy nyitó programmá, hogy az ügyfélkapujukat, illetve hivatali vagy cégkapujukat megnézzék. Hogyha valakinek kérdése lenne ezzel az ügyintézéssel kapcsolatban, akkor nyilván most ebből az interjúból a Városhivatalos honlapján is tájékozódhat, de önökhöz fordulhatnak-e bármilyen kérdéssel, illetve milyen kérdésekkel kereshetik meg önöket? Természetesen az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban mindenben próbálunk segíteni az ügyfeleknek, reméljük már ezt tapasztalatból is tudják, hogy eddig is segítettünk. Igyekszünk, ami tőlünk telik, és ami a mi ismeretünkben van, bármikor, akár telefonon, akár személyes jelenléttel segíteni az ő könnyebb ügyintézésüket. Szeptember 21 és 22-én lesz a 19. Vecsési Káposzta Fest. Az új programok mellett a szervezők számos hagyományőrző eseményre is várják majd az érdeklődőket. Javában dolgozunk a fesztivál szervezésén. Nagyon sok programmal készülünk, és ezeken a programokon belül szeretnénk egy picit megmutatni az itt élő német nemzetiséghez köthető hagyományokat. Például a viseleteinket is ugye minden évben bemutatjuk, ezt vasárnap délután láthatják a Beherovka nagy színpadon a Dindli bemutató és verseny keretében, ahol nagyon sok gyermek, hölgy és férfi is mutatja be azt, hogy hogyan is néz ki egy olyan ember, aki felveszi a német nemzetiségi viseletet. Aztán a gazdasági hagyományainkhoz kötődően például idén is megszervezzük a savanyúság versenyünket, amire nagyon sok vecsési cég szokott benevezni, akik savanyúság előállítással foglalkoznak. Ezt a szombati napon a Grassalkovics iskolában szervezzük meg, és délután nagyon nagy szeretettel várjuk a fesztiválozó vendégeinket is, hogy kóstolják meg az itt készülő finom savanyúságokat.
aztán megrendezzük a káposzta pakoló versenyünket, ahol teljesen laikus fesztiválozókat várunk, hogy jöjjenek és vegyenek részt káposztás konténerek megpakolásában és versenyezzenek egymással. Aztán megszervezzük ugye a hagyományos felvonulásunkat, ahol szintén megjelennek a nemzetiségi hagyományok, hiszen gondoljunk arra, hogy nagyon szépen felöltözött gyermekcsoportok, aztán olyan traktorok, amelyek terménnyel vannak megpakolva, tehát ezek mind-mind köthetőek ugye a vecsési német nemzetiség gazdasági hagyományaihoz. Nagy örömünkre az idén is egy család felvállalta, hogy kinyitja a savanyító üzemét, és megmutatja azt, hogy hogyan is készül a vecsési savanyúság. A Stiller család fogja idén vendégül látni a fesztiválozókat. Mind a két napon lehet hozzájuk majd menni a meghirdetett időpontokban. Aztán várjuk a legnagyobb káposztát is az idén is a színpadra, hogy melyik gazdának sikerült a legnagyobb káposztát megtermelnie a földjeim. Ez országos verseny? Ezt országos versenyként hirdetjük, de igazából több vecsési gazda szokott erre jelentkezni. Aztán a fesztiválozók kipróbálhatják, hogy hogyan tudnak saját kezüleg elkészíteni egy töltött almapaprikát, amit aztán haza is vihetnek és jó ízűen elfogyaszthatnak családjuk körében. Illetve a Pec család idén is felvállalta azt, hogy megmutatják a régi hagyományos szeletelőgéppel, hogyan kell a káposztát felszeletelni, és ezt a káposztát akár haza is vihetik a kedves vendégeink. Természetesen a zenénk és a táncaink is hozzátartoznak a kultúránkhoz, így az idén szombaton a tájházból indul a vecsési tánccsoportok felvonulása, ahol gyerekcsoportok, felnőtt csoportok, vegyesen mindenki megmutatja magát, ők a nagy színpadon is fognak egy kis műsort adni, és utána nagy örömünkre a Vecsési Táncok című koreográfiát fogják megtanítani, bárki, aki ebben szívesen részt venne, nyugodtan jöjjön a nagy színpad környékére és vegyen részt ebben a közös táncban. Aztán a Vecséser Nachtigallen is szerepelni fog a Grassalkovics iskola Zingende Herzen kórusa, illetve lesz egy új kis színpadunk, a Heimat Melody színpad, mondjuk ennek inkább csak a neve új, a Musikverein Vecsés Egyesület szervezésében itt a német nemzetiségi fúvós zene nagyjai fognak színpadra állni. Természetesen a más településeket is szívesen vendégül látunk, így Újhartyán és Török Bálint fog az idén vendégeskedni nálunk a fesztiválon. A tárgyi emlékeink bemutatásához pedig a tájházat idén is nyitva fogjuk tartani, ahol megtekinthető a tájház gyűjteménye, illetve a Vecsési Értéktár gyűjteménynek a bemutatója is itt kerül megrendezésre. Ahogy így hallgatom a felsorolást, azt tapasztalható, hogy itt abszolút mindent kipróbálhatnak a vendégek, ami a káposztával kapcsolatos. Ugye lehet a káposztát emelni, pakolni, gyalulni, almapaprikát tölteni, megnézni egy nyitott savanyítót, savanyúságversenyen részt venni, és természetesen ami az egyik zászlós hajója ennek a rendezvénynek, az a főzőverseny. Így van, nagyon nagy örömünkre az idén még többen jelentkeztek már az első körben a főzőversenyre csapatok, akik szeretnék megmutatni, hogy milyen káposztából készülő ételt tudnak prezentálni a vendégeinknek, úgyhogy nagyon reméljük, hogy nagyon-nagyon sokféle és különleges ételt tudnak kóstolni, akik ide látogatnak hozzánk szeptemberben. Kik lesznek a zsűri elnökei? Szombaton Jegenyei István, vasárnap pedig Szőke András lesz a zsűri elnöke. Bár a programok nagy részét a gyerekek is kipróbálhatják, célzottan nekik számva lesznek-e valamilyen kezdeményezések? Így van, gondolunk a gyermekes családokra, hiszen legtöbben azért a gyerekekkel együtt érkeznek ide. Lesznek az ingyenes fogataink, amelyek szállítják a családokat, de bárkit természetesen helyet foglalhat, de azt hiszem egy gyermeknek ez különleges élmény, hogy egy ilyen lovas fogatra felülhet, és egy picit körbe kocsikázhat vecsésen. Ezen kívül a Bálint Ágnes Emlékház hagyományosan kapcsolódik a Vecsési Káposzta Fesztivál programjához, ők is nyitva lesznek, megtekinthető itt a gyűjtemény, és természetesen mese előadásokkal is várjuk a gyerekeket, az eljutás pedig hagyományosan a kisvonat fogja segíteni. Ezen kívül szombaton vendégül látjuk a Kaláka együttest,
akiket azt hiszem nem kell senkinek bemutatnom. Vasárnap pedig Döbrentei Ildikó Grillus Filmus Levente Péter Varázsóra című produkcióját láthatják a nagy színpadon. Kézműves foglalkozásokkal is készülünk a gyerekeknek, itt az Epres területén majd, és most is felállítjuk a káposzta mérlegünket, ahol megmérhetik a súlyukat, hogy hány káposzta fejet nyomnak a gyermekek. A hagyományőrző programok mellett a szervezők számos újdonsággal is készülnek a 19. Vecsési Káposzta Fesztre. A részletekről a szervezőbizottság elnökét, Alattyányi Istvánt kérdeztük. Szeretnénk mindig komfortosabbá tenni a káposztafesztet, illetve szerettük volna még környezetbaráttá, tisztábbá tenni a káposztafesztet, ezzel mindig nagy problémáink voltak. Ezért elsősorban az, hogy a komfortérzetet, és én azt gondolom, hogy a tisztaság az valamilyen szinten a komfortérzetét is növeli az embereknek, illetve az ide látogatóknak, ezért most szelektíven fogjuk gyűjteni a szemetet, és egy folyamatos személygyűjtés lesz az egész káposztafeszt a rendezvény ideje alatt. A hátsó részen, ahol a kisepres van, és a pálya, ott fogunk kijelölni egy ilyen úgymond szelektív válogató helyet, oda viszik be a szemetet, a szelektíven ki fogják válogatni, és akkor ennek megfelelően fogják leadni az így keletkezett hulladékot. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy erőlépés lehet a káposztafesznél, és külön takarító brigád lesz folyamatosan, az, hogy ne legyen ilyen szemetes a rendezvény. Hát nyilvánvaló, amíg a nagy rendezvény, a koncertek, stb., hát nyilván akkor nem nagy lehet majd közlekedni, nem lehet annyira gyűjteni a szemetet, de nyilván abban biztos vagyok, hogy amikor az emberek rengeteg megjelennek és újra jönnek a káposztafesztre, illetve azért a nem a legsűrűbb időszakokban, akkor is teljesen más komfortérzetet fog adni az Epres területe, hiszen folyamatosan fogjuk gyűjteni a szemetet nem csak a gasztrósoknál, hanem amúgy is az egész Epresnek a területén. Illetve nagyon fontos azt megjegyezni, hogy több ilyen kérés is volt a káposztafeszttel kapcsolatosan, és nagyon sokat törtünk a fejüket, hogyan tudjuk kialakítani, ezért vásároltunk egy új konténert, ami helyet ad majd a mozgássérülteknek, meg tudják közelíteni ezt az illemhelyiséget, illetve ez mellett kialakítunk majd egy kisgyermekesek részére, ahol a gyermeket tisztában tudják tenni, esetleg, hogyha az anyukának pont akkor kell, akkor ott nyugodtan meg tudja majd etetni a gyermekét, tehát ezzel is próbálunk odafigyelni még jobban a kisgyermekesekre is, illetve a mozgássérültekre is, és én azt gondolom, hogy mindezek a dolgok azért mindig egyre jobban fogják tudni majd a káposztafesznek a komfortérzetét is növelni. A parkolókban én azt gondolom most nem lesz, eddig sem volt úgymond probléma, aki használta a rendesen kijelölt parkolót. Ezt is nagyon szépen most rendbe tettük, rendbe is fogjuk tenni. Én azt gondolom, esetleg, hogyha nem olyan nagyon-nagyon extrém időjárás van, és egy özönvízszerű eső jön, azt nem szeretnénk, hát nyilván akkor a látogatottságra is rányomja a bélyegét. Én azt gondolom, ugyanúgy annyiban lehet majd parkolni? Így van, a kijelölt nagy parkó az a Lanyiban lesz. Annyi különbséggel, hogy ott fogunk most egy VIP parkolót is kialakítani, illetve a vásárosoknak is ott lesz majd a parkolója kialakítva, de ezek el lesznek szeparálva egymástól, tehát kényelmesen, nyugodtan mindenki meg tudja majd közelíteni ezt a parkolót. Forgalomelterelés? Nem lesz forgalom elterelés, annyiban fog változni minimálisan a forgalmi rend. Ugye, ahogy a Város utca felől bejövünk, ugye a Tó utca egyirányosítva lesz a temető felé, hogy lehet megközelíteni a parkolót, illetve visszafele majd ugye a Mátyás utca, Város utca útvonalon lehet majd közlekedni. Egyéb kisebb korlátozások inkább majd a kamionoknak, a nagy teherautókra lesznek, de ezt az ottani cégekkel egyeztettük, és én azt gondolom, hogy maximálisan partnerek. Nyilván a rendezvény ide alatt még olyan forgalomkorlátozásra kell számolni, hogy 30-as táblák lesznek kint ugye a 400-as úton, az oldalt ugye amúgy sem szabad a kressz szerint, de nem szabad majd parkolni, ki lesznek kordonozva ezek a részek. Akkor kell korlátozásra számítani a Kálmán utcában, Jókai utcában, illetve az Iskola utcában, főleg a felvonulás ideje alatt. Itt különböző, itt le lesznek zárva időszakosan ezek az útvonalak, illetve a szélső parkolás itt nem lesz megengedett. Én azt gondolom, hogyha mindenki figyelmesen elolvassa a honlapot, rajta van minden tájékoztatás, ennek megfelelően szerintem senkit nem érhet meglepetés. Én azt gondolom, hogy bőven nagy helyünk van a Lanyiba, onnan nincs is messze a rendezvénynek a helyszíne, ott mindenki tényleg kényelmesen, ingyenesen tud parkolni. Én azt gondolom, hogy mindent megpróbálunk azért megtenni, hogy mindenkinek ilyen szempontból is minél jobb és élvezhető, komfortosabb legyen a Káposzta Fesztivál. Információkhoz honnan juthat majd az oda látogató közönség? Lesznek-e információs pultok vagy szórólap?
Igen, szórólap is lesz bőven, tehát azért több ezer szórólappal készülünk, amiben minden információ benne lesz. Két nagy LED fal lesz, ami folyamatosan közli az információkat az odalátogatókkal, nem csak a műsorokat, hanem egyéb más olyan információkat, ami a biztonsággal, stb. Kapcsolatos. Ezek folyamatos tájékoztatást adnak, a két LED fal, illetve a hangszórókon keresztül folyamatosan megy a tájékoztatás, mind a programokról, mind az egyéb aktuális dolgokról, illetve infopultok lesznek kihelyezve. Van egy nagy infopultunk, és két kisebb infopult is ki lesz helyezve. Itt is bárki egyébként tájékoztatást kérhet, és ő fog is kapni. Mi azért próbáltunk úgy merülteni az idén is, hogy minden korosztály, tehát azt mondom, hogy a tényleg a piciktől kezdve, az 1-2 éves korosztálytól, egészen a 99 éves korig, szerintem mindenki meg fogja találni azt a programot, ami neki tetszeni fog, sőt, lesznek olyan programok is, ahol mondjuk a nagyszülők a picikkel együtt tudnak majd szórakozni. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon széles a paletta, tehát, és nagyon nehéz kiemelni bármit is. Én azt gondolom, nagyon fontos megnézni majd a honlapunkat, folyamatosan kell nézni a tájékoztatást, hiszen ugyanúgy lesz nyitott savanyító, akkor a Bálint Ágnes Emlékházban ugyanúgy lesznek gyermekműsorok, amelyeket a kisvonattal meg lehet majd közelíteni, amit nagyon szeretnek mind a szülők a kisgyermekkel, vagy a nagyszülők a gyermekekkel. A színpadon folyamatos lesz a gyermekműsorok, de ugyanúgy meg lesz a hagyományos ruha bemutató. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles a paletta, és nagyon nehéz lenne bármit is úgy kiemelni. Remélem, hogy mindenki meg fogja találni azt a programot, ami a számára a legvonzóbb, és én azt gondolom, hogy az egész nap folyamán folyamatosan lesznek ilyen programok, hiszen külön lesz gyerekeknek ilyen játszósátor, ami tavaly is volt. Hát szóval bízom benne azért, hogy mindenki jól fogja magát érezni. A hagyományőrző, valamint a minden korosztály igényét kielégítő programok mellett milyen fellépőkre, milyen koncertekre számíthat majd a közönség? Hát hasonlóképpen, mint a tavalyi, tehát a gyermekeknek is próbáltunk olyat kihozni, akik ilyen nevesebb előadók, hát itt Levente Pétert azért ugye, bár az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb és gyermek műsor előadója, őt sikerült meghívnunk és elfogadta meghívásunkat a rendezvényre, illetve a Kaláka Együttes, ugye akik ők is egy több évtizedes munkra tekintenek vissza. Az esti fellépők hasonlóan próbáltunk válogatni, mint a tavalyi évben, tehát a szombati napra úgymond egy minden korosztálynak kielégítő műsort szeretnénk adni, ahol több DJ is fel fog lépni, ő mellettük most ugye a teljesség igénye nélkül, ugye a Kori, akkor az Animal Cannibals, Korda György és Balázs Klári, valamint az este folyamán még fel fog lépni a Groove House. A vasárnapi napon, aki a sztár vendégünk, aki az idén 20 éves jubileumát ünneplő Magnacum Laude zenekar, aki elfogadta a meghívásunkat, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó koncert elé fogunk nézni a vasárnap este, 7 órakor fog kezdődni ez a koncert, illetve én mindig azt mondom, hogy nagyon fontos program vasárnap, hogy Szőke András, ugye, aki a zsűri elnöke, ő is elfogadta idén is a meghívásunkat, hiszen az ő zsűri értékelése, illetve az a munkásság, amit elvégez, és ahogy átadja a díjakat, szerintem ez egy külön stand-up-nak megfelelő, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ő is elfogadta a meghívásunkat. Én azt gondolom, hogy ezek a programok, főleg a szombati napot is próbáltuk úgy, hogy minden korosztálynak megfeleljen, úgy gondolom ez a vasárnapi napra is értendő, hát bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni. A 18. Vecsési Káposztafest díszvendége Áder János köztársasági elnök volt. Ebben az évben számíthatunk-e díszvendég látogatására? Nagy valószínűséggel tiszteletét teszi majd nálunk dr. Nagy István agrárminiszter. Nagy öröm ez számunkra. Úgy néz ki, hogy a vasárnapi nap folyamán délután fog tudni kilátogatni a rendezvényre. Nagyon örülnék neki, hogyha valóban ez sikerülne, hiszen én úgy gondolom, hogy ugye alapvetően a hagyomány, gasztronómia, kultúra negyében telik a fesztivál, és én azt gondolom, hogy a káposzta az egy olyan terméke Vecsésnek, ami ugye mindezt a három jelzőt magában foglalja, és Isten igazából ezer szállal kötődik Vecsés ugye az agrárgazdasághoz, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy miniszter úr el fog tudni jönni a rendezvényre. Még egyszer, tehát akkor a rendezvény dátuma? 2019. szeptember 21-22, és nagy szeretettel várunk mindenkit. A Szent István téren rendezték meg augusztus 20-án a városi ünnepséget. Részletes összefoglalót láthatnak most az eseményről. Az ünnepség a himnusz elhangzásával kezdődött a Vecsési Hagyományőrző Zene Egyesület fúvós zenekarának kíséretében. Majd dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő Szent István szavaival kezdte meg beszédét. Mindenki
Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Idézett Szűcs Lajos. Kedves vecsésiek, tisztelt vendégek! A tatárjárást követő reménységesebb időkben keletkezett latin nyelvű himnusz krónikás ének magasztalta így Szent István királyunkat. István királyunk sírját 1038. augusztus 20-án szenti avatásokor nyitották fel a székesfehérvári bazilikában, és az egyház, valamint mi is azóta is ezt a napot ünnepként tartjuk számon. Mindazonáltal attól fogva, hogy 1818-ban Ferenc császár engedélyezte Szent István Budán őrzött erekéjének a budai várnegyedben történő ünnepélyes körülhordozását, messze földön híressé váltak a budai István napok. Ez az esemény terebélyesedett a 18. század végén országos méretűvé. István király törvényeivel a keresztény tanításokat az állam minden alapvalójára kötelezővé tette. Nevéhez 10 egyházmegye megszervezése kötődik, ezek élén érsek, illetve püspök állt. A keresztény tanítás a királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé vált. A kitűnő hadviselő és belső ellenfelein győzedelmeskedő, erőskező uralkodó 1038-ban a történészek becslése szerint 63 évesen hunyt el. 45 esztendővel később 7. Gergely pápa Istvánt és fiát Imre herceget a szentek sorába iktatta. Mi magyarok erre az időpontra 1083. augusztus 20-ára évszázadok óta kegyelettel emlékezünk. István volt az első és az egyik legnagyobb királyunk, aki végig gondolta, hogy milyen lehetőségeink vannak itt Európa közepén, két nagy hatalom között, bölcsen felmérte a jövőt és bátran nekilátott a feladatnak. Lerakta az alapjait egy új, erős és független Magyarországnak. Államot alapított az itt élő emberek számára, akik addig nem ismertek semmilyen nagyobb egységet, csak a családok vagy a nemzetségek közösségét. Ez Szent István örökségének legfontosabb pillére. Egy nagyobb, nemzeti szintű közösség létezése. Egy olyan egységes állam, álma, ami teljesen új gondolat volt az akkori Európában. Emlékezzünk erre az örökségre, és a Szent Királyra emlékezzünk, valamint a Szent Korona eszméjére, a törvényekre alapozott rendre, az új államszervezetre és a kereszténység áldására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Szűcs Lajos után a többszörös Aranypáva díjas és egyszeres Aranypáva nagy díjas Balla Péter népdalkör és citera zenekar fellépése következett. Milyen igaz szívű szeretőt vagyok én, olyan igaz szívvel vagyok hozzám, mint a nap, amely körös körül jár a kék alatt. Olyan igaz szívvel vagyok hozzám, mint a nap, amely körös körül jár a kék alatt. A népdalkör után Szlahó Csaba polgármester mondta el ünnepi beszédét. Szent László királyunk diplomáciai és egyházpolitikai sikere, hogy 7. Gergely pápa 1083. augusztus 20-án oltára emeltette első István relikviáit, a Szent Koronát és a Szent Jobbot a székesfehérvári bazilikában, ami akkor a szenti avatással volt egyenértékű. Ez a nap azóta nekünk magyaroknak az egyik legkedvesebb ünnepünk. A magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbe tekintésre. Milyen magyar államot teremtettek elődeink, és mi, ma élő emberek, miért szeretnénk magunknak, miért szeretnénk a gyermekeinknek továbbadni.
Ezer esztendővel ezelőtt elején keresztény és független magyar államot alapítottak, keresztényt, mert érezték, csak a hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, hogy a keresztény Európa talajában csak keresztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert a függetlenségében sérült állam nem tudja ellátni feladatát. Ezért a koronát István nem a német-római császártól, hanem II. Szilveszter pápától fogadta el, így önállóan építhette fel a magyar egyházszervezetet, alakíthatta ki a vármegye rendszert, és saját belátása szerint rendelkezett az állam javai felett. Géza fejedelem és Szent István által felépített keresztény független állam évszázadokon át védelmet és otthon nyújtott a Szent Korona minden népének. Én ma egy ezred év után is úgy látom, hogy semmi okunk abban hinni, hogy a magyar állam javára válna, ha felszámolná ezen keresztény gyökereit és feladná függetlenségét. Tovább megyek. Semmi okunk sincs egyébként arra sem gondolni, hogy bármelyik európai államnak javára válna, ha feladná keresztény gyökereit. Ismert előttünk, hogy Szent Királyunk megrendíthetetlen hittel, vas akarattal látott hozzá az ország átalakításához és az új társadalmi berendezkedés kiépítéséhez. Államszervező munkája révén az országból erős európai állam, népünkből erős nemzet született. Pedig felsorolni is nehéz, hogy az évszázadok alatt hányszor és hányan próbálták megsemmisíteni, meghódítani, ellehetetleníteni, szétdarabolni országunkat. Ennek ellenére megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazám. Mit tanulhatunk mi, a ma emberei István királytól? Szent István öröksége szilárd erkölcsi mintát ad számunkra. Alázatosnak, megfontoltnak és kitartónak kell lennünk, hiszen egy közösség érdekeit csak így lehet, csak így érdemes képviselni. A felelős döntések, az átgondolt tettek nyomán bontakozhat ki előttünk a jövő, mert mi itt mindig hittünk abban, hogy az ország erejét az életerős, bizakodó emberek, az egészséges, reményekkel teli családok sokasága adja. Talán ennek köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben összefogással oly sok mindent sikerült elérni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vecsésiek! Ma, az államalapítás ünnepén mindenképpen említést szeretnék tenni arról is, hogy Vecsés idén ünnepli várossávatásának 18. évfordulóját. Mondhatni, felnőtté váltunk. Nyilván egy város építése nem mérhető az ország építéséhez, de ennek a hazának a részeként mégis hozzájárulunk az összképhez. Egyrészt szeretném megköszönni önöknek, hogy ebből a 18 esztendőből eddig az önök bizalmából 13 év polgármesteri szolgálatot nekem adatott meg. Másrészt köszönettel tartozom elődeimnek, hiszen az ő tevékenységük nélkül nem tartanánk itt. Vecsés ma az ország dinamikusan fejlődő városaként ismert. Ezt a rangot nem érhettük volna el a képviselőtársaim, a munkatársaim és az önök támogató segítsége nélkül. Büszkeséggel tölt el, hogy Vecsés közösségé formálódott, olyan közösségé, melyhez jó tartozni, aminek építésében nagyon sokan aktívan részt vesznek. Egy számvetésnek az ad igazán értelmet, ha felvillantjuk a jövőt. Mi itt Vecsésen továbbra is minden erőnkkel azon szeretnénk dolgozni, hogy a polgárok életét kiszámíthatóság és a tervezhetőség jellemezze, hogy a jelenben minden embert megillet a boldogulás lehetősége, úgy gyermekeink jövőjéről is gondoskodnunk kell. 100 év múlva mi már nem leszünk itt, de itt lesznek gyermekeink gyermekei, és itt kell lenni annak a virágzó, biztos lábakon álló erős Magyarországnak, erős Vecsésnek, melyért eddig oly sokat, oly sokan dolgoztunk. Ennek a munkának a folytatásához megtisztelő bizalmukra ősszel ismét nagy szükségünk lesz. És a kenyér itt az asztalon, amit hamarosan megszegni készülünk, legyen a remény, a boldogulás jelképe Vecsés és az egész nemzetünk számára. Köszönöm figyelmüket! A városi eseményen ezután Vadkerti Imre előadó művész műsora következett. Látunk fagulni a régi ház falát, jön egy új ezeré, mond mit hoz, mit talál, hol a szabadító,
remény, a szép az új világ, miről annyit álmodtál, szegény Magyarország. Fentről zúdul a szó, a piszkos szürke áll, aranossal a pó, ki lenne a lében jár. Hol a szabadító remény, a szép az új világ, miről annyit álmodtál, szegény Magyarország. Itt élt s remélt a párt, míg a szíve megszakadt, így dúdolt ágyunknál, anyák egy régi dal. S ha mentünk bárhová, mindig rám talált a vágy, egy hang mely a távolból visszahív hozzád. Miért félsz, ha holnap úgyis a tiéd, annyi szenvedés után él a nép. Itt él, és benned látja a remény, szíve bármilyen nehéz, csak téged fél. Mert igazad jó, a múlt csak itt a hír. Ez a nyelv, ez a sors, a lelkünk közt a hír. Hol a szabadító remény, a szép, az új világ, miről annyit álmodtál, szegény Magyarország. Dr. Huszka Mihály katolikus plébános és Dömötör Norbert református lelkész áltotta meg, majd a kenyérszelés és a szétosztás következett. Az augusztus 20-i ünnepséget a Szózat zárta. Négyvet című rovatunkban ismert és elismert vecsésiekkel beszélgetünk, de bemutatunk olyan a városunkból elköltözött személyeket is, akik más országban öregbítik Magyarország és vecsés hírnevét. Szappanos Krisztina vendége ezúttal Hegyi Gábor barokk trombita művész volt. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési magazint látják. Névjegy című rovatunk mai vendége Hegyi Gábor, barokk trombita művész, aki bár Németországban él, mindig Vecsésre tér haza a szüleihez. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat itt a nyári stúdiónkban. Köszönöm. Tőzsgyökeres vecsési, annak ellenére, hogy ugye Németországban él és világhírű trombita művész, de a gyökerek mégis ide kötik. Ó, igen, rengeteget voltam gyerekkoromban is már Vecsésen, és nagyszüleim, Stiller Márton már szegény meghalt, de hát ugye az egyik első család volt, aki itt Vecsésre telepedett az 1700-as években, és én is a gyerekkoromat mindig itt töltöttem, hát majd 3 hónap szünet van egy gyermeknek, hát sok föl kell osztani, így rengeteget voltam Vecsésen. Szüleim visszaköltöztek, az ő 10-15 éve körülbelül, és azóta persze itt van a második otthonom. A második, de az első Németország. Igen. Hogy jutott el odáig, mint említettem a bevezetőben, világhírű trombita művész? Mióta zenél? Hát nehéz volt az út odáig. 6 évesen kezdtem trombitázni. Körülbelül 6 vagy 7 éves lehetem. Apu katona volt,
és hogy mentünk a laktanya udvarán, jött egy katonazenekar velünk szembe, és mutogattam, hogy azt a hangszert szeretném, és az volt a trombita. És elküldtek a zeneiskolában, álltak, rengeteget énekeltem már gyerekkoromban, és ugye én nem emlékszem rá, de beirattak a zeneiskolába, elkezdtem trombitázni, utána jött a szakközépiskola, majd a felvételi a Zeneakadémiára, ahol egyetlen egy hely volt, és az tiszta sor volt, hogy nem én fogom megkapni. Így Németország lett belőle. Miért pont barokk trombita? Mert gondolom, hogy nem rögtön ezzel kezdett. Nem, rögös volt az út addig is. Hát elvégeztem rendesen a Zeneakadémiát Németországban, és ott a tanárunk, professzor Bolcnak hívták, ő imádta ezt a historikus előadásmódot, és mindenkinek kötelező volt barokk trombita, és ez annyira rabulájtott ez a hangzásvilág, mert hogy azonnal ezt akartam csinálni. Egyből mentem utána a hágai zeneakadémiára, ott elvégeztem a barokk mesteri szakot, és utána már adott volt. Miben más a barokk trombita, mint a hagyományos? Hú, teljesen más. Itt a hangszeremet elhoztam megmutatni. Nincsenek rajta ventilek, ugye? Mi csak a felhangokat tudjuk rajta játszani. Annyit jelent, hogy amit a trombitán nullával fogna az ember, ugye a rendes trombitán, tehát minden szájjal kell csinálni, az utolsó trillát, az utolsó hangot, és nagyon magasan játszunk vele, szóval tényleg a rendes trombitásoktól egy-két oktávval följebb, mert ott vannak már a felhangok olyan sűrűk, hogy dallamokat is tudjunk játszani vele. Mi a legmagasabb hang rajta egyébként? A legmagasabb? Hát ez egy D-trombita, és a háromvonalas D-ig szoktunk rajta játszani. Hogy addig szólnak a körülbelül a trombita versenyek. Hát a brandenburgi trombita versenyt is ilyen hangszeren játszok, ott is D-ig megy. Csak az ugye F-trombita, az még egy terce följelben. Ez egy idősebb hangszer, bár említett, hogy ilyen 10-15 éves, de igen. Mégis gondolom korhű próbál lenni. Pontosan, ez most ránézek gyorsan, 95-ben gyártották, így mégiscsak több mint 15, 15-re gondoltam. De igen, ez egy nürnbergi trombita mesternek a másolata, a Nürnbergi Múzeumban van ez a trombita kiállítva, és lehetőségünk volt pontosan lemérni, hogy hol, hány milliméter a hangszer, és azt lemásoltuk. Tehát Magyarországon nem vették fel a Zeneakadémiára, de Németországban igen. Igen, ott felvettek azonnal, és el is végeztem, mindent szerencsére kitűnő eredménnyel sikerült elvégezni, úgy ott az egyes a legjobb legy, így volt egy egyes diplom. Úgyhogy nem vicces, mert ha mondom, hogy hányas kaptál, egyest, persze. De utána végig egyest kapott. Végig egyest kaptam, igen, ez sikerült. De amire a legbüszkébb vagyok, az az Echo díj, az az Echo Klasszik nevezetű díj, ami tényleg 5 vagy 6 magyar kapott még eddig, és abban én vagyok az egyik szerencsére. Bár később akartam a díjakról kérdezni, de akkor soroljuk fel, hogy milyen elismerésekben részesült az elmúlt évek folyamán. Hát 2015-ben az év kamarazene felvételét csináltuk, fölvettünk egy Hertel trombita koncertet, ami ugye már 300 éves a darab, de még senki nem játszott a lemezre, főleg nem barokk trombitával, és ez annyira megtetszett a zsűrinek, hogy az év kamarazene felvétele lett. Majd 2016-ban ugyancsak egy Echo díjat kaptunk, csak akkor az év 3D háromdimenziós felvétel, az inkább azért nem szakmai, inkább a lemeznek szól. De nem csak Németországban és Magyarországon ismerik és elismerik, hanem világszerte is. Említene hát egy pár országot? Sokfele játszok, a szívem ugye az Erdély természetesen, nagyon sokat játszom Erdélyben. Kolozsváron nagyon szeretek játszani, a város rabulejtett, szóval az a örökség, ami ott van nekünk magyaroknak, ugye az fantasztikus. Na, ott nagyon szívesen játszok, most is volt egy kéthetes erdélyi turném, egész Erdélyben, szinte minden nagyvárosban játszottunk. Van kis kamara együttese két furonyával, szopránnal és orgonával, és én mind barokk trombita, persze van rá irodalmunk, és nagyon szép koncerteket játszottunk. Azért említsünk még meg egy pár országot. Pár országot, hú, ahogy most ugye, most azt szeretném elmondani, ahol tényleg a legszívesebben mentem, az például Argentína volt. Ez fantasztikus emberek élnek Argentinában, és tényleg is nagyon jó zenei közösség. Algériában nagyon szívesen játszottam, ott van egy katolikus templom, és ugye hívők nincsenek, mert amiatt kivonultak a franciák azóta, a hívek is elmentek, de ott van egy fantasztikus orgonájuk, amit nem bontottak le szerencsére. Ezelőtt 200 év úgy áll az orgona, hogy hozzá sem nyúltak, és nagyon jól lehet trombitával lejátszani. És persze egész Európában szinte minden a koncerteztünk azon.
De mesterkurzusokat is szokott tartani, vagy tartott például Buenos Airesben, hogy jól tudom. Igen, a helyi zeneakadémia, hogy ott voltam, és akkor megkértek, hogy meséljem el a barokk trombitáról pár dolgot, és akkor mind a két zeneakadémián ott tartottam előadást. Tehát nem csak egy ritka, tehát viszonylag ritka hangszert szólaltat meg, hanem azt nyilvánvalóan kiválóan, hogyha ennyire nagy önre idézőjelben a kereslet, nem? Nagyon nehéz, mert hát nincsen rajta semmi ventil, és minden csak a szájjal kell csinálni. Rengeteget kell gyakorolni. És szabadságon megyek, és minden nap két órát gyakorlok, mert persze hiába van két hét szabadságom. Hazamegyek, utána jön az első koncert, és hogyha nem gyakorolnék, akkor nem tudom eljátszani ezeket a nagyon magas darabokat, mert tényleg fantasztikus magasságokban játszunk. Milyen fizikai adottságok kellenek ehhez a szorgalmon és a tehetségen túl? Fizikai adottság? Hát nem tudom, erről a szaksajtó is vitatkozik. Fogaknak nagyon jó pozícióban kell, hogy álljanak. Hát és az ember szája, ugye az izmok. Igazából mi mai napig nem tudjuk, hogy egy ember miért tud magasan trombitálni, vagy nem. Isten adta tehetség valószínűleg. Egy hosszabb koncert után milyen fáj? Semmi. Semmi? De azért kifáradok. Azért kifáradok. De egy óra gyakorlás után is érzem, pedig elég jó fizikai állapotban vagyok, úgy gondolom, érzem, hogy elfáradok egy óra gyakorlás után. Igen, lekerülnem egy kicsit a tempén. De gondolom, hogy tüdőnek is bírnia kell. Még soha nem vettem észre, de szerintem nem. Nem? Tehát akkor minden fejben dől el, szó szerint. Szerintem fejben dől el, igen. Uh-huh. Igen. Képzelj el, hogy volt Amerikában egy tubás, akinek a fél tüdén működött csak, és tökéletesen tudott tubázni. Szóval gyakorlatilag, ha jól sűrítjük a levegőt, akkor mindent meg tudunk oldani. Mennyire van zenei irodalma a barokk trombitának, illetve végez-e úgymond kutató munkát? Rengeteg irodalmunk van, hát tényleg akkor írták a legszebb trombita versenyeket a barokk trombitára. Szerencsére már nagyon sokan foglalkoztak ezzel az elmúlt 50-60 évben, és már szinte mindent kiadtak, de ahogy ön is fogalmazott, például Olaszországban vannak olyan könyvtárak, ahol még szobák állnak úgy, hogy hozzá se nyúltak a 3-400 éves művekhez, és nem most kategorizálni nem tudták, meg azt se tudják, hogy miük van. Dőni így van Magyarországon is rengeteg könyvtár, amiben még találhatnánk, de erre sajnos nekem nincsen időm. Mi mindent csinál még Németországban? Hát tanítok természetesen, mint mindenki, gimnáziumban vagyok zenetanár, és mellette koncertezem. Hogyan tudja összeegyeztetni a kettőt? Néha nehéz, de szerencsére a főnököm annyira rendes, ő is zenész, hogy az iskolaigazgató meg szokta engedni, hogy eltűnjek az iskolából egy kisebb, rövidebb időre, és menjek koncertezni. Milyen gyakran szokott menni koncertezni, vagy esetleg turnéra, hogyha lehet ilyet mondani? Hát milyen gyakran, ez szezonfüggő is. Például most szeptembertől decemberig szinte minden hétvégén játszok valahol, tőle akkor január, február, márciusban van körülbelül 4-5 koncertem, szóval az. Magyarországon mikor lépett fel utoljára, vagy mikor fog legközelebb? Mikor léptem fel utoljára, nagyon régen Magyarországon szinte soha nem játszom. És hogy nem hogy? Tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy miért. Egyszerűen itt szoktak kérdezni, de általában mindig ingyen kérdeznek, és mondom, legalább a repülőjegyemet fizessék, mert az nekem is pénzbe kerül. Eljövök, játszok szívesen azon, nincsen gond. De még sokszor arra se hajlandó. De viszont jövőre fogok a Tihanyi Apátságban játszani. Az már most megvan a koncert, jövő nyáron. Számos CD-je is van, hogyha jól tudom. Van. Hány darab körülbelül? Hú, nem szoktam számolgatni őket, őszintén megmondom, nem tudom, 10-15? Nem. Ezek szóló, vagy pedig kamarazenekarokkal? Én kamarazenét játszok nagyon szívesen. Szerintem mind kamarazenei CD. Tud le említeni egy pár olyan neves művészt, akikkel együtt állt színpadon? Hú, neves... Vagy zenészt? Neves művészt. Nehéz megmondani, mert mi az, hogy neves, hogy ez minden relatív. Például a kamerazene partnerem, akikkel játszunk, az mind valahol professzor valamelyik egyetemen, de az most híres vagy nem. Akkor ez volt olyan, hogy egy olyan zenész mellett állt színpadon, aki önnek sokat jelentett? Nyilván mondjuk mindegyik, erre ez a válasz. De aki valóban esetleg mérföldkő volt az ön életében? Miért most nem tudom. Akkor lehet, hogy ön lesz majd az valaki mellett. Lehet, nem tudom. Milyen perspektívái vannak egyébként ennek a szép hivatásnak, direkt nem mondok szakmát? Perspektíva egyre nehéz, egyre nehezebb a zenész, főleg a fiataloknak bekerülni ezekbe a körökbe. A kultúra az első, amit ugye lespórolnak és nem akarják megfizetni, így nagyon nehéz a következő generációknak. De minden művészeti téren, szóval ugyanúgy a színházat is említhetném, vagy a festőművészeket, mindenkinek nagyon nehéz.
nincs igény már annyi igény, mint ez 20-30 vagy akár 50 év a művészetekre. Kik részéről van inkább igény? Meg tudja ezt esetleg tapasztalati módon határozni? Inkább az idősödő korosztály, aki jár, és intellektuális réteg az, aki koncerteket jár. Sajnos évről évre veszük észre, hogy a publikumunk fogy. A nagy filharmóniák is van, hogy félig vannak csak megterítve. Amikor a legnevesebb művészek is jönnek, akkor sincs mindig már teltház. Ez nagyon nagy probléma lesz a következő évtizedekben. De mi lehet az oka egyébként arra, hogy az igény csökken, vagy pedig most így mondom, a jegyek drágulnak annyira? Inkább a nevelés szerintem az, hogy a mai fiatalokat már nem annyira érdekli a klasszikus vagy a barokk zene. Barokk még amúgy jobban, mint a klasszikus. Még jobban elmennek a fiatalok. Készíteni kell egy olyan appot, ami alapján, ha letöltik a mobiljukra. Már biztos, hogy van ilyen, igen. De jó ötlet. De egyébként lehet a modern technikával valahogy ötvözni a barokk trombitát, vagy legalábbis haladni a kor vívmányaival? Barokk trombitát? Hát nagyon nehéz. Szerintem nem. Játssza a zenéket, kutatja, igen, fellép, koncertezik, esetleg saját műveket írte, nyilván nem barokk zenét. Nem is vagyok, én nem vagyok komponista típus. De a barokkban hozzá kell tenni, hogy úgy van, hogy van egy leírt kotta, de arra, azt nem látszok el kétszer ugyanúgy, arra mindig improvizálunk valamit. Tehát én olvasom a kottát, az gyakorlatilag nekem egy ilyen bázis, és arra szabad improvizálni, szabad futamokat, különböző díszítéseket találok, ami sokszor koncert közben, tehát egyik koncert során, mint a másik, mert kicsit máshogy játszok minden művet. Hétköznapi ruhában, illetve elegáns ruhában lép fel, vagy pedig kórhű öltözetben? Nem. Csak azt nem szeretné átvenni? Mert soha nem is gondolt erre? Nem. Kicsit bóckodásnak tartanám, meg kényelmetlen is. Meg akkor lehet, hogy nem annyira a zenére figyelnének, hanem a küllemre. Igen. Nem, én csak öltönyben rendesen. Vagy természetesen fogva, hogy játszom be, amikor a berlini filharmóniában játszottunk, akkor frak volt előírva, például akkor neki frak volt előírva. Van egyébként olyan hely, ami álmai színpada? Álmai színpada. Most gondolkozok rajta. Talán Dél-Afrikában szívesen játszanék valahol, Johannesburgban, az úgy állom színpadon vannak. Milyen gyakran látogat haza Magyarországra? Hát ahogy az idő engedi. Ahogy az idő engedi, szerencsére itt a reptér közelünkben, így nagyon jól haza tudok jönni, hát ugye Kölnben lakom. Köln-Budapest direkt járat van, így gyakorlatilag minden hétvégén jöhetnék, de nem teszem, mert ugye koncertezek, de a szünetekben, amikor van, akkor mindig jövünk. Család, gyerekek? Van egy lányom. Feleségem, mert reméljük lesz még további baba is. Mennyi idős a kislány? Érdeklődik-e már a zene iránt esetleg? 4 éves, rengeteget érdekel, de ő mondta, hogy nem akar zenész lenni. Már várjuk a végét persze, de mindig látja, hogy én gyakorlok, és mondja, ó, apa szegény, mennyit gyakorol állandóan. Hát ezt most mondja 4 évesen, de szerintem itt évente, 2 évente változik, hogy majd mi persze, szeretne lenni. Persze, meglátjuk. Mit kívánjak önnek így, nem csak a nyára és a nyári szünetre, hanem... Hűvös napokat, nagy közönséget. Azokat garantálni tudom egy hónap múlva, vagy másfél, azok maguktól bekövetkeznek. Nagy közönség. Akkor önmagának mit kívánna? Magamnak mit kívánnék? Most így egy nyugodt életet. Sok zenével. Sok zenével, igen. Legyen így. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm. 3-1-es győzelemmel zárult a Vecsési Futballklub legutóbbi Százhalombattai LK elleni mérkőzése. A félidő végén 1-0-ra vezettünk. Vince Gábor vezetőedző szerint fontos 3 pontot szereztünk idegenben egy olyan ellenfél ellen, aki szervezetten és becsülettel focizik. Olvasható a VFC honlapján. A vecsési ifjú Dobrovic József, valamint Hölle Martin és Osztelták Kristóf alkotja a címvédő magyar csapatot a Németországban szeptember 11 és 15-e között megrendezendő 2-es fogadhajtó világbajnokságon. A VB-re 24 ország sportolói neveztek. A magyarok mellett a franciák és a hollandok is 6-6 fővel vesznek részt a viadalon, míg a házigazda németek 9 hajtót képviselnek. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának augusztus 30-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva, pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok! Viszontlátásra!